A Szent István Művelődési Ház adott otthon Csatman Ferenc, Jézus 33 tanítványa, papi életutak a 20. század második feléből című portrékötete bemutatójának. A kötet előszavát Spány Antal megyés püspök jegyzi, aki köszöntőjében hangsúlyozta, hogy a papság lényege egyetemes, ugyanaz volt fél évszázaddal ezelőtt is a megidézettek életében, mint ma. Ugyanakkor a körülmények, a mindennapi élet feltételei, behatároló tényezői rengeteget változtak. A 20. század második felében, a szocializmus éveiben valóban az egyház sok próbatételnek volt kitéve, és ezt elsősorban a papok érezték magukon, és azok a keresztény hívek, akik próbáltak hitvalló módon élni. A 21. század érdekes módon egy új jelenséget hozott, sokféle híresztelés, sokféle beszéddel próbálják az egyháznak, az egyháziaknak a hitelét elvenni. Ezért úgy gondolom, hogy fontos, hogy hiteles visszaemlékezések és levéltári kutatások alapján sikerül bemutatni éppen 33 papnak az életét. Mózesi Gergely, az egyházmegyei gyűjtemény igazgatója kiemelte, a kommunista államhatalommal szembe kerülő börtönviselt papokról, illetve megalkuvó egyházi személyekről az elmúlt 30 évben több könyv is megjelent. Azonban a szürke eminenciásokról, a mindennapok tevékeny hőseiről alig született visszaemlékező írás, ezért is hiánypótló ez a kötet. Csatman Ferenc 33 papi életutat mutat be. Azt mondhatnám, hogy a papság derékhadából. Ezt a fogalmat azt hiszem, hogy illik megmagyarázni. Gyarmati György, az állambiztonsági levéltár egykori főigazgatója arról beszélt több ízben, hogy az egyház történeti kutatások vagy a vértanukra, a szenvedőkre fókuszálnak, vagy az elbukókra, a lapszikra, a kollabonásokra, az ügynökökre. És hogy nagyon keveset tudunk a köztes masszáról, arról a általa 80%-ra becsült derékhadról, aki igazából mozgatja az egyház életét. Csatman Ferenc könyve azoknak a római katolikus papoknak kíván emléket állítani, akik a katolikus egyház legnehezebb időszakában szolgáltak a szocializmus évtizedeiben. A szerző az évekig tartó levéltári kutatómunka alapján megerősítette, a papság legalább 80%-a közéjük tartozott. A kötet nekik, a nagy többségnek állít emléket a Székesfehérvári Egyházmegye 33 kiváló lelkipásztorának bemutatásán keresztül. Azt szerettem volna, hogy a ma papjai számára is többek között példát mutassunk, és mutassuk be azokat az atyákat, akik a szocializmus évtizedei alatt sokszor nagyon nehéz körülmények között, de kitartottak, hirdették az evangéliumot, közel tudtak kerülni a hívekhez, népszerűek voltak, és ezáltal ma is szívesen emlékeznek rájuk, akár az idősebbek, de akár a középkorúak is, akik mondjuk annak idején hittanosaik, minisztránsaik voltak ezeknek az atyáknak. A hiánypótló munka, amely hitelesen mutatja be a lelkipásztorok életútját, megerősíti, hogy a hit, az elkötelezettség a még oly nehéz időszakban is tiszteletre és kitartásra szólít.